Jó reggelt kívánok 2022. március 28-án, hétfőn. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, egy újabb hetet kezdünk el veled. Ez a hétvége most rövid volt. Talán nem sikerült annyit pihenni, mint máskor. Köszönjük, hogyha nem kellett hiába valóságokkal tölteni az időnket. Tudjuk, Urunk, hogy olykor a kevesebb több. Kérünk, hogy Te sokszorozd meg mindazt, amire szükségünk van. A Te kegyelmedet, a Te erődet, a Te szent lelkedet. Áld meg így egész hetünket, hadd tudjunk Neked szolgálni, alázattal, szeretettel, tőled jövő erővel. Ha kedves Te erődted, szólíts meg minket most is a Te igéd által. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom, Sámuel második könyve harmadik részéből, a 22. verstől a 32. verssel bezárólag a következőképpen. Amikor Dávid szolgái meg Jóáb megjöttek a portjából, sok zsákmányt hoztak magukkal. Abner már nem volt Dávidnál Hebronban, mert elbocsátotta őt és elment békével. Amikor Jóáb és egész serege megérkezett, jelentették Jóábnak. Abner Ner fia itt járt a királynál, de ő elbocsátotta és elment békével. Jóáb bement a királyhoz és megkérdezte. Mit tettél? Hiszen itt járt nálad Abner, miért bocsátottad el, hogy nyugodtan elmenjen? Ismerheted Abner Ner fiát, csak azért jött ide, hogy rászedjen, hogy kiismerje hadmozdulataidat és mindent megtudjon, amit tenni akarsz. Ezzel Jóáb kiment Dávidtól, de követeket küldött Abner után, akik a szírák úttól visszahozták őt. Dávid azonban nem tudott erről. Amikor Abner visszatért Hebronba, Jóáb félrevonta őt a kapuban, mintha titokban akarna vele beszélni, és ott hasba döfte. Így halt meg Aszájának, Jóáb testvérének a véréért. Amikor ez Dávid később meghallotta, kijelentette. Örökre ártatlan vagyok az Úr előtt országommal együtt Abner, Ner fia vérének a kiantásában. Szálljon ez Jóáb fejére és egész családjára, ne fogjon ki Jóáb házából a folyásos, a kiütéses, a mankón járó, a fegyverrel legyilkott és a kenyérben szűkölködő. Azért gyilkolta meg Abnert Jóáb és testvére, Abisaj, mert az harc közben megölte testvérüket Aszáél Gibeonban. Akkor Dávid ezt parancsolta Jóábnak és az egész hadinépnek. Szaggassátok meg a ruhátokat, öltözzetek zsákruhába és gyászoljátok Abnert. Dávid király pedig ott ment a halott vivők mögött. Így temették el Abnert Hebronban, a király hangosan sírt Abner sírjánál, és sírt az egész hadinép is. A király ezzel az énekkel síratta el Abnert. Milyen gyalázatos halál jutott Abnernak. Nem volt megkötve kezed, lábad nem volt bilincsbe verve, úgy est élel, mint akit álnok emberek ejtettek el. Ekkor még jobban síratta őt az egész nép. Még aznap eljött az egész nép, hogy étellel erősítsék Dávidot. Dávid azonban megesküdött. Úgy segítsen Isten most és ezután is, hogy napnyugtáig nem eszem sem kenyeret, sem semmi mást. Amikor megtudta ezt az egész nép, helyeselte. Ahogyan helyeselte az egész nép mindazt, amit a király tett. És megértette az egész nép, egész Izrael, hogy nem volt köze a királynak Abner, Ner fia meggyilkolásához. A király ezt mondta szolgáinak. Tudjátok, hogy ma nagy fejedelem esett el Izraelben. Én ugyan már fölkent király vagyok, de gyenge. Ezek az emberek Ceruljá fiai hatalmasabbak nálam, de megfizet az Úr a gonosztevőnek a maga gonoszsága szerint. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvéreim, Dávid már Júda királya, miközben Saul fia, Isbóset, Izrael királya. A nép megosztott, mert hogy az Abner, akiről itt szó van, ő az, aki trónra segíti Isbósetet, ezzel a saját hatalmát is erősítve. Dávid hadseregparancsnoka Jóáb, Isbóset hadseregparancsnoka Abner. Tulajdonképpen ő a két fő rivális ebben a történetben. A múlt héten olvastunk az értelmetlen buta testvérháborúról, ahol egy kihívás miatt, egy virtuskodás miatt egymást öli Istennek a népe. Most ennek a bosszújára kerül sor. Nem véletlen az, hogy Isten megengedi ezeket a dolgokat,
de büntetésként engedi meg. Az, hogy mi is zajlik, akkor értjük meg, ha megpróbáljuk megvizsgálni a dolgot Abner szemszögéből, akit most elszenvedi, azt, hogy őt megölik. Így fogalmaz Lányi Gábor, Abner megelégedve indul haza Dávidtól, sikerrel járt az árulása. Isbóset sértő megjegyzései miatt Izrael és Benyámin törzseit Dávid pártjára állította. Közben személyes ambíciójának útját is elegyengette, biztos benne, hogy köpönyek forgatásáért Dávid eljövendő királyságában fontos szerep fog neki jutni. Teljes a siker. Mindebben pedig ráadásul úgy mutatta magát, mint aki Isten akaratának véghez vívője, az egység a béke hírnöke. A látszat tökéletes. Csak azzal nem számolt, hogy Istennek nem a látszatok, hanem a szív valódi szándéka szerint ítél. Abner Isten terve szerinti cselekedeteit is megrontja azok önző és számító szándéka. Isten ügyében forgolódik, de Isten nélkül. Isten képviseletében tetszeleg, de közben nem törődik azzal, hogy tőle múltbeli bűnei bocsánatát kérje. A múltbeli bűnök pedig utolérik. A korábbi harcokban kegyetlenül meggyilkolta Jóáb testvérét, Aszájelt. A bosszú szomjas testvér elégtételt vesz most rajta. Örök figyelmeztetés ez. Isten ügyében csak Istenért és Istennel szabad forgolódni. Az Úr megfizet a gonosztevőnek. Ezt olvassuk. Kivéve, hogyha Jézus Krisztusban kegyelmet kér. Mert ez az igazi kegyelem. Azt érdemelnénk, hogy Isten megfizessen nekünk gonoszságunk miatt, megkapjuk méltó büntetésünket. De ő hajlandó felkínálni a kegyelmet. Ez a bosszú vége. Isten irgalma, Isten kegyelme. Az, hogy ő hajlandó önmagát büntetni az én bűnömért és a te bűnödért. Azért, hogy te se a másikat büntest, hanem tudj megbékélni vele, tudj lemondani a bosszúról, tudj lemondani arról, hogy vissza kell adjam neki. Nem szemet szemért, nem fogad fogért. Akkoriban ez azért számított nagynak, hogy ne legyen aránytalan a bosszú. Szemet szemért, fogad fogért. Az új szövetség óta viszont tudjuk, hogy még az ellenségeinkért is imádkoznunk kell. A mai napon vesz véget a haragnak, és keresd Isten akaratát. Nehogy ő nélküle forgolódj az ő ügyébe, mert nem az a fontos, hogy az emberek mit gondolnak, hanem hogy Isten mit lát a szívedbe. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, olyan jó tudni, hogy te azt nézed, ami a szívben van. Hogy előtted nem kell megjátszanunk magunkat, nem kell számítóknak, képmutatóknak lennünk, hogy vajon ki mit gondol rólunk. Egyedül te vagy az, akinek szeretnénk megfelelni. Urunk, az emberek szeretnek terveket szövegetni, szeretnek elképzelni, feltételezgetni. Addurunk, hogy ez ne számítson nekünk. Hadd tudjunk tiszta szívből neked szolgálni, úgy jót tenni, hogy ez a te ügyedet, a te nevedet dicsérje. Köszönjük azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban felkínálsz, hogy nem muszáj nekünk a bosszút folytatni, hanem szabad nekünk megbocsájtani, szabad nekünk jót tenni. Kérünk, te áld meg ezt a mai napunkat, egész hetünket. Addurunk, hogy elcsitoljanak a fegyverek, és legyen béke ott, ahol háborúság van. Ha kedves te erőtted, Istenünk, a betegeknek te adj gyógyulást, a megfáradtaknak megerősödést, a gyászolóknak vigasztalást. Légy kérünk mindannyiunkkal. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom
és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot, áldott hetet kívánunk mindenkinek.